Hálaadó Isten tisztelettel ünnepelték Nyírbogáton a város református templomának, illetve gyülekezeti termének és orgonájának felújítását. Ez a fejlesztés is része volt annak a komplex turisztikai beruházásnak, amelynek köszönhetően összesen 16 vármegyei településen újulhattak meg görög és római katolikus, valamint református templomok. Emellett Fényeslitkén a római katolikus plébániát korszerűsítették, Nyírbátorban pedig a várostörténeti sétány folytatása valósult meg. A projekt vezető partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat volt. Több mint 1 milliárd forint értékű volt ez a felújítás, amely valóban nagyon komplex volt. 3 egyházi közösség műemlékét érintette, római katolikus, görög katolikus, illetve református. És hát alapvetően középkori, de nem csak középkori értékes műemlékeket újítottunk meg ennek keretében. Freskó töredékek állapmegúvása történt meg, padozatok felújítása, templom torony megújítása, külső-belső olyan vakolatnak a felhordása, amely légáteresztő, tehát ilyen mondva a perinszedést kikerüli, remélhetőleg a következő évtizedekre, illetve évszázadokra is. Sesták Oszkár hozzátette, jelentős és megkerülhetetlen munkájuk volt a vármegyei kormányhivatal örökségvédelmi szakembereinek. Az elvégzett beruházások során ugyanis értékes beavatkozások is történtek. A nyírtasi református templomban például freskó részleteket tártak fel. Nagyaron középkori freskó állapmegóvása történt meg, de megvalósult a kálósemjéni görögkatolikus templom későgótikus szentélyének felújítása is. Nyilvánvalóan a vallási, szakrális megújításon túlmenőleg turisztikai látogatóhelyek is lesznek a jövőben, és olyan turisztikai vonalakba kapcsolódhatnak be, ami a Mária út, vagy pedig a középkori templomok útja, amelyeket korábban fejlesztett a vármegyei önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat. Ezen túl menően a Szatmár megyei múzeum Romániából, a Kölcsei Televízió, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség is megvalósítási projekt partner volt ebben a programban, ők is épített beruházások megörökítésében, megőrzésében vettek részt, illetve a Kölcsei TV pedig a program népszerűsítésében, kisfilmek készítésével segítette a program céljának a megvalósítását. A projekt keretében felújított templomokat részletesen mutatjuk be Méltó Hajlék című magazin műsorunkban.